Na, itt is vagyok. Folytassuk szépen. Hát szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az elmúlt napokban naponta négy részre jöttem, és szerintem sokak közületek csak az utolsó hármat nézte meg. Most is négy jön, úgyhogy ne felejtsétek el megnézni mind a négyet. És hogy holnap jön-e rész, hát nem hiszem. Úgyhogy erre tessék főkészülni. Hát nyomjuk a játékot akkor. Nézzük meg a győzelmi mutatók állását. Tudományos fölényünk csak nő és nő. Ez nincs mit hozzáfűzni, viszont kulturálisan van változás, mégpedig... De elég jó feljöttünk majdnem, hogy az amerikaiak szintjére. Az oroszokat teljesen magunk mögé utasítottuk, és katonailag pedig hát egy kicsit rendbe szedték magukat az oroszok és az amerikaiak, de nem csináltak túl nagy haderőt, és vallásilag az amerikai még mindig nagyon erős, úgyhogy ezzel kettővel foglalkozni kell. És pont alapján pedig érdekes, mert ugyanannyi szívükünk van, mint a japcsiknak, akik kultúrában vezetik a tabellát, úgyhogy hát sokat számít, hogy az inspirációkat kihasználtuk. És a kultúrás győzelemben pedig Amerika, Japán elég közel vannak egymáshoz, mi meg sehol, de még messze az a kultúrás győzelem, ezért még kár aggódni. És ugye vallásilag ugye a protestáns nagyon erős, úgyhogy próbáljuk meg akadályozni a vallásnak a terjedését. És a következő kör jöhet is. És megérkezett a katonai mérnök. És a fránya misszionáros pont itt van. Meg tudom csinálni, amit szeretnék. Nem csoda, hogy utálsz engem. Engem mindenki utál már lassan. Legalább adsz egy okot a kázus belire. Na és ugye orosz vallás összeszedte magát. Ennek örülök. És az öngyilkos barbárok támadása tovább folytatódik. Most várj, megjött a két követ. Egyet kap Laventa, egyet Kumasi. És ugye az most kettőt ér. Így is van. És kész az apostolunk. Hát ez egy harci apostol lesz. Jó, de kell trüsszentenem. Jó van ezt lerendezni, mert elnyomja a tölteteit. Ez van boostolva, úgyhogy neki is esünk. És most már dombra is tudunk farmot építeni, ha ez megvan. És ha ezt kivutatjuk, akkor többé nem lesz szükség falakra. Legalábbis én úgy értelmezem, hanem automatikusan úgy veszi, mintha a legjobb falaink lennének. És tud is lőni a város. Az is, ahol nincs fal. Hát kíváncsi leszek. És szerintem tudósunk jött.
Így van. Két eurékát ad az iparosodás korából, vagy a modern korszakból, és megmutatja nekünk az olajlelőhelyeket. Mindenféle technológia nélkül. Ezt visz hozzuk is. És ezt pedig a tudományos negyedbe fogjuk aktiválni. Os seus melhores engenheiros e arquitetos seriam mais felizes em um lugar onde pudessem crescer. No Brasil, por exemplo. És a Brazilnak nem tetszik, hogy több híres szemét szereztünk eddig, mint ők. Hisz neki ez a perverziója. Na, mit kaptunk? Ez ami repülés. Ez pedig az acél, azt hiszem ez kell a hajókhoz. Itt az acél. Igen, a csatahajóhoz, az Eiffel toronyhoz és a modern tüzérségi ágyúhoz kell, és itt a repülés, úgyhogy... Úgyhogy ezek megvannak, ezekkel már nem kell foglalkozni. És megmutatta a szenek, az olajlelőhelyeket. A harci apostol. És Berlin még mindig nem lett buddhista, sajnos. Na, harci apostola följövök, mert jönnek már a protestáns hívők. Hát jól van a útjukat állni itt valahol. Az vagy ez is protestáns, hát ez hülyeség volt. Hát jól van hozni még egy apostolt. Még elég sok pont kell hozzá, sajnos. De az én apostolom így gyógyul, mivel a Szent Negyed közelébe van, az ővé pedig nem. És hol van az olaj? Itt van az olaj, a piramis alatt. És meg is kaptuk egy stratégiai nyersanyagot. Ez is protestáns, úgyhogy a protestáns hittérítőket nem tudjuk vele megfogni. Hát ez a buddhisták ellen van, de hadd dolgozzon ez a buddhista most. Viszont ezzel eljövök innen. Ahogy egy barbár elragadja, elég drága egység ahhoz. És a katonai mérnök megkezdi a munkálatokat. Itt megépít az első erődöt. A másodikat már ide fogja. Igen, és attól a föld még megművelhető maradt, hogy erőd áll rajta, ezt nem is tudtam. Ezzel pedig föl kéne jönni, mert hamarosan támadni fogunk. Milyen kész vannak a modern kasztéri ágyuk. Megindítjuk az inváziót északra.
És visszafordulnak a protestánsok. És el akarják venni az egyetlen buddhista városomat. Készen a három műhely. I think the human race made a big mistake at the beginning of the industrial revolution. We leaped to the mechanical things. Jegyezzük meg, mert ez nagyon fontos épület, és hat mezőre kiterjeszte a bónuszát a városközpontokra. Nem mindegy, hogy hol építjük meg. És ez is egy jó csoda, hogyha egy igazán erős ipari város szeretnék létrehozni. Kilátott, hogy a világított tornyot meg kéne építeni a ház miatt, az admirális pont miatt is. És itt tudnánk az a gyárat is megépíteni a Hanzába, ami azt hiszem ez. Igen. És ez három mezőnyire adná a bónuszt, vagy hatra. Hát ide már nem mire. Most nagyon fáradt vagyok, úgyhogy lehet, hogy hülyeségeket fogok beszélni. Hát hozzuk ezt. Buddhista apostol. Most tartani kéne ezt a várost, ahogy csak tudjuk. Hát van három töltetünk. Ha vissza szeretnénk szerezni. És egy természeti csoda mellett elmegyünk, akkor kapunk még töltetet. Hol is van természeti csoda? Fönne egy, azt hiszem. Igen, itt van egy. Ez nagyon messze van, meg veszélyes helyen. Az a baj, nehézen ismerhetők fel ezek a természeti csodák. Na, úgyhogy nem is megyek rá, legyen káplán, gyógyítson. Hát, ha gyógyítja magát. De menjünk vissza a buddhistákat fogdosni. Második erődünk pedig itt tesz. Készülök az offenzívára. Hány jász van itt? Egy. Inkább hozzuk ezt ide. Lovasság az itt marad, a gyalogság. Elvileg ennyi. Azokban sok kör lesz, mire kivonulok.
És itt be is jártam már mindent hajókkal. A brazil fennhatóság alatt áll. Középkori technológiát képviselnek. Ennek utál engem, meg a végén megtámadnak. Szavarják a katonák a határai mellett, tehát ez nem érdekel engem. Még az Péter lehet, hogy nem fog neki örülni. Egyetlen barátunk. Hozzunk építőt. Kéne venni néhány földterületet is. Kapjuk azokat a protestáns apostolokat. Jó, na megtartan a várost még ez. Még megjön ez az apostol. Na és ugye itt körbejártam mindent. Úgyhogy én azt mondom ezeknek a srácoknak. És nem is lehet itt átjönni, mi? Hát ott lehet, hogy át tudnak jönni. És itt fent már nem. Na nézzünk le ide. Ezt ide kéne hoznom. És megvan az elboréka. És ha jól látom, két töltetes ez a katonai mérnök.
És egyből is tudunk sújtani majd a katonina negyedére. Megjött a apostolra a vallási pont. Buddhista apostol. Jó. És hol jár az övé? Igen, csak mi lesz a falal, mert most ugye 100-as falam van itt. Kikutatom, lehet, hogy 200-as lesz, és az innen eltűnik. Nagyon kíváncsi leszek. És az itteni Hanzában épült gyár se fog túl sok mindenkinek adni. Termelés csak egy városnak. Itt fejlesztik a földeket, végfejlesztettük őket. Át tudok menni. Nem úgy néz ki. Balhízhatnak a barbárokkal. Igen, és ez már ortodox vallás végre. Protestánsok áradnak errefelé. És a buddhizmust elvesztettük itt. Ez egyetlen buddhista város maradt. Ezt próbáljuk megtartani. És ha kell, akkor csinálunk még egy pár buddhista várost. Szerintem itt meg van hűlve. Hát a vallási negyed mellett úgy ugassunk. Sőt, el is nyomok egy töltetet. Véletlenül meghalljon. Kicsit erősítsük azt a buddhizmust.
Van még Amenity. Ugye múzeumot kell csinálnom. És itt a gyár mennyi lesz erős? Hol a Hanza? Ő az. Így van. Tehát ő ad 1, 2, 3, 4... Két városnak adná bónuszt, úgyhogy megépítem itt a Hanzát. Vagyis a gyárat. Félrebeszélek. És itt pedig a hajógyárat fogjon felhúzni. Kör, mire odaér. Na sok. Felépült a lovagunk. Valahogy kardos emberke mászkált. Meg is van. Mit, át tudok jönni olyan? Nem. Csatlakozni kéne a karavellekhez, nem bóklászni ezzel. Itt ostrom lesz akkor. Kiszolgáltatottá válik az a hajó. És ez a zsírúj a postol talán. Aha. Akinek lesz is valami előléptetése. Jó, ennyi. Kekeckednek vele. Mindenki haragszik rám. Elfoglaltam néhány várost. Jó, hogy adjam ajándékba, mi? Te kis naív. Nem, nem fogom eladni neked, ellenségem vagy. Hát, nézhetsz, mint halaszatyorba, akkor se kapod meg. Let's get on our knees and pray. A common mistake that people make when trying to design something completely foolproof. Na most elvileg meg kell nézni azt a falat. És 200-as lett. És szerintem el is tűnt innen. Így van, el is tűnt a reneszánsz fal. Tehát nem kell többé a falakkal bajlódni. Minden városunk betonkemény. Nem akarok átmenni a modern korszakba. Úgyhogy nézzük meg, hogy mit kutatunk és mit nem. Iparosodás korában vagyunk. És ezek már modern cuccok.
is, iparosodás korában. Igen. És nincs semmi busztolva. Jó. Hát majd a Casus Bellivel fogjuk ezt megbusztolni. Kaptunk egy új sárgalapot. Nem is emlékszem már miért. Ja igen, fölfejlődött ez a lap. Ez a dolgozós lap. Mindig nem csináltam könnyű lovasságot. De ezt már kiszedhetem szerintem. És berakjuk ezt. Ezt kéne megvenni neki, csak gyógyuljunk vele. Legalább visszakapta a buddhizmust. Igen, és elmennek. Elmennek a másik kontinensre.